Eltelt egy újabb negyed év. Januártól március végéig minden megvásárolt Dunaújváros kenyere után 50 forint került egy virtuális jótékonysági alapba. Mint ezt Pintér Tamás polgármester az ünnepélyes átadón kiemelte, mindig törekednek arra, hogy olyan szervezetet vagy egyesületet választanak, ahol leginkább szükség van a segítségre. Felajánlottunk egy-egy olyan szervezetnek, általunk kiválasztott szervezetnek pénzösszeget, akik azt gondoltuk, hogy nem csak hogy méltók rá, hanem közösséget alkotva tudnak segíteni, és vagy egyébként olyan szociálisan rászorulóknak tudunk segítséget nyújtani, akik leginkább megérdemlik ezt. A vásárlók március végéig minden megvásárolt kenyér árából 50 forinttal a Pentele Baráti Kör Egyesület munkáját támogatták. A közösség idén Pentelei Molnár János és Rosti Pál emlékével és egy eseménysorozattal tiszteleg az elismert alkotók emléke előtt, hangsúlyozta Pálinkás Bertalan egyesületi elnök. A teljes összeget, amelyet elnyerünk, az emlékév megrendezésére fordítjuk, azaz közcélra, mintegy 20 rendezvényt jelöltünk meg, bemutatva az önkormányzatnak is, és egyébként a civil társadalom széles rétegének is, és mindenhol nagy érdeklődéssel találkozott, ennek nagyon örültünk, ezért bátran belefogtunk ennek a szervezésébe. A következő negyed évben, tehát áprilistól júniusig a Vezide Capo alapfokú művészeti iskolának gyűjthetnek a vásárlók. Az intézmény fenntartója nehézségekkel küzd, így nagyon jó helyre fog kerülni a támogatás. Úgy gondolom, hogy azért sokan tudnak a tevékenységeinkről, 99 óta működünk egyébként a városban, úgyhogy ahol most vagyunk, ez a székhelyünk. Itt táncművészetet, zeneművészetet oktatunk, de van két telephelyünk még a városban, ahol táncművészeti és képzőművészeti águnk is működik, és tényleg nagyon-nagyon-nagyon pozitívak a visszajelzések, a gyerekeink egyre többen vannak, már hogy a növendékeink, úgyhogy ez biztos, hogy a működtetésre nagyon jó hatással lesz ez az adomány. Köszönjük szépen! A Pentele Baráti Kör Egyesületnek tehát 409.750 forint gyűlt össze, amelyet 500.000 forintra kerekített az önkormányzat. Most a Vezide Capo alapfokú művészeti iskolát támogathatják azok, akik megvásárolják a Széchenyi Pékség Dunaújváros kenyerét.